Szeretettel üdvözöllek, Galambos Balázs vagyok, a Szépenvájávállás központ egyik alapítója és egyik ötletgazdája. És majd olyan dologról fognak nektek beszélni, ami... Ez a videó igazából a férfiakhoz fog szólni. Tehát én nagyon-nagyon szépen kérlek téged, hogyha nő vagy, akkor küld el a párodnak, a férfiaknak a, a környezetedbe, terjezz ezt a videót, mert egy nagyon-nagyon fontos témára fog szólni. Ez pedig az, hogy férfiként ne használd a nőt, hanem tedd boldoggá. Ugye egy nagyon-nagyon kemény átalakult világot élünk, igazából a, 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 tárgyakat szeretjük, és, 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 az emberi kapcsolatainkat használjuk. Kialakult egy olyan világ, ahol a, az embereknek, hogyha választani kéne a mobiltelefonjuk és a, a párkapcsolatok közül, é, ténylegesen egy, egy vak őszinte tesztet töltenénék ki az emberek, hát döbbenetes eredmények születnének, tehát lennének olyanok szép számmal, akik a technológiáikat, a kütyüjeiket, az autóikat, a táblagépeiket, a telefonjaikat választanák a feleségük helyett, vagy a férjük helyett, ami egészen döbbenetes. Ugyanis az emberi kapcsolatainkat elkezdtük használni. És most már vannak olyan platformok, gondolok itt elsősorban a társkereső platformokra, amik egyfajta húspiacként sorakoztatják fel a pártkereső, társavágyó nőket, és a férfiakat is, és gyakorlatilag kimondva kimondatlanul is, nagyon-nagyon-nagyon könnyű arctalanul felelősség nélkül kapcsolatot teremteni, és ezekből a kapcsolatokból pedig kifarolni, amikor a helyzet már kellemetlenné válik nekünk. Úgyhogy felnőtt egy olyan generáció, egy olyan férfi generáció, aki nem arra törekszik, hogy a nőt boldogá tegye, hanem sportot üzenőknek a nőknek a használatából. Ezzel csak az a baj, kedves férfi barátom, hogy előbb-utóbb vissza fog nyalni a fagy és át fog kerülni a sor, mert előbb-utóbb előbb, -utóbb, előbb -utóbb szerelmes leszel egy olyan nőbe, aki valószínűleg hasonló mentalitással bír, mint te, és akkor, amikor te leszel használva és félredobva, akkor neked fog ez a dolog följebb állni, és rendkívül éles fájdalmat fogsz átérni a szívedbe, amiatt, hogy te nem kellettél. Úgyhogy, úgyhogy igazából azt kéne megtanulni, hogy hogyan tudjuk boldoggá tenni a nőt. És úgy tudjuk boldogát tenni a nőt, hogy biztonságot nyújtunk neki, hogy megtanuljuk az ő szeretet és azon kommunikálunk vele, hogy ő neki mi a fontos, és, és, és figyelmesek vagyunk hozzá, és, és egyszerűen szeretettel bánunk vele, hogy tiszteljük őt normálisan viszonyulunk hozzá, lehet ránk számítani, hűségesek vagyunk, megbízhatók vagyunk, és egy rakás olyan egyéb dolgot alkalmazunk, csinálunk egyszerre, amit ebbe a videóban most nem fejtenénk ki, úgyis erről fognak szólni a szépen szeres workshopjaink. Addig is búcsúzóul azt szeretném nektek mondani, hogy Egymást szeressétek és a tárgyakat használjátok, és ez ne fordítva legyen, mert nekünk férfiaknak az a dolgunk, hogy a nőt boldogá tegyük, nem pedig az, hogy használjuk. Szépen válj el vállás központ. Minden, amire szükséged van a vállás során és azon túl.